Színpompás díszletek között igazi báli hangulatban került megrendezésre településünkön a jubileumi 20. jótékonysági óvodabál. A rendezvényen Móli Sándor Néa Csodavár óvoda vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd az óvodás csoportok mutatták be szívmelengető műsorszámaikat. 20 évvel ezelőtt nem tudom, ki bálozott velünk. Vannak-e itt azok? Szerintem vannak sokan. Igen, vannak olyan vendégeink, akik végig kísérték ezt a 20 évet. És a műfázban, a régi műfázban volt nekünk a mozinak az a kis lehajtós padja. Hát úgy kezdtük mi a jótékonysági bált, a kis térső sorokban azok voltak, Erzsikóvó néni tudja, itt már mosolyog a hátam mögött, hogy tényleg ott kezdtük. Aztán akkor még csak 4 csoportos óvoda voltunk. Aztán utána lettünk 5 csoportosok, aztán lettünk 6 csoportosok, és tavaly kaptuk azt a vádat, hogy már nem férünk el. Úgyhogy így döntöttünk, hogy ezt a jubileumi 20 éves bált itt szervezzük meg a tornateremben. Én úgy gondolom, hogy próbáltuk a lehető legotthonosabbá varázsolni külsőleg. A belsőt szeretném a mosolyotokkal, a jókedvetekkel, a táncotokkal hozzátennétek. Úgyhogy én mindenféleképpen megköszönöm mindenkinek, aki itt van, bármivel segített. Akár az önkormányzatunk, aki a legnagyobb támogatónk, hisz az ő ötlete volt, hogy hozzuk ide, és azért nyilván tudjuk, hogy ez már a PIK-hez tartozik, mint intézmény az iskola, és mégis megkaphattuk, tehát polgármester úrnak nagyon sokat köszönhetünk, és hát mindenkinek, aki itt van. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy tényleg nagy ünnepi szavak helyett a támogatásokat, amit mondtam, hogy mindenféleképpen bemondanék, azt most kaptam hírként, hogy polgármester úr sajnálatos módon nem tud itt lenni, de az ő személyes támogatása mellett. Van nekünk Mikepiesnek egy ilyen MTT, egy ilyen Mikepies településfejlesztési KFT-je, és 50.000 forintot ajánlott fel a gyerekek részére. És ezt megfogadjuk, hogy egy igazi jó kis műsorra, vagy egy olyan dologra fogjuk, én úgy gondolom, talán egy jó kis műsorra fogjuk a gyerekeknek felhasználni, egy bábelőadásra már volt is bejelentkezésünk, hogy bábelőadást tartanának, úgyhogy valószínű arra fel is fogjuk használni, és köszönjük szépen! Hát tudjak egy jó vacsorát főzni a szüretnek.
A jubileumi 20. óvodabálon a Főnix négy táncegyüttes és az óvónők közreműködésével az Ördög csizmája címmel egy igen egyedi táncjátékot is megtekintettek a rendezvényre ellátogatók. Itt a csizma eladó, rövid csizma, hosszú csizma, rávas csizma, gumi csizma, jaj! Ide feljöttem a színpadra. Jaj, te! Jaj, te mi ez te? Jaj, te! A mit tervetel engem te? Jaj, de csúnya ez te! Jaj, de csúnya! Nagyon csúnya e te! Hát mi vagy te? Jaj, de csúnya te! Hát ide figyelj, drága barátom! Drága barátom, te barátom, olyan csúnya vagy! Esküszöm neked, lemennél a bányába, feljönne a szél! Mit rendetel ezt a csizmát? Ja, hogy csizma kéne, hát az momentán van eladó. Júj, de csúnya ez te! Nagyon csúnya! Nagyon csúnya vagy! Na jó, van itt van a csizma! Figyelj, de ide leteszik ezt a csizmát! De aztán okosan próbálja, de fel kell a csizmát próbálni! Na, tegyed már fel! Aztán járkáljál, jaj, de béna! Jaj, de béna ez te! Hát mi vagy, hát az ördögök még járni se tudnak ebbe! Nézze, még farka is van neki, te! Nagyon csúnya! Nagyon csúnya ez te! Na, járjál bennél! Na jó van, figyelj, jó! Szerintem nagyon jó a csizma! Akkor most beszéljük meg az árát! Na várjál, gondolk, hogy ott hátul egy csávónak nem adtam el! Akkor várjál, mennyi mondják már, mennyire adjam a csizmát? Sacper kábé. Nem mond senki semmit, ha figyelj, mondom az ára. Az ára legyen mondjuk. Te nézzel, hova mentesz te? Te, rágja meg te! Hát a cigánt meglopták, engem meglopták a cigánt! Várjál meg te rettenet, hava mentem! Jaj,
ma se lo vedi per la tua riga e altro bene a te. E che ha cismo? E che ha una cismo, una yoga, una chiesa e che ha parato una yoga, una tola, questo shopping andò l'otteo a te in quella per chiesa e che ha fama rosso un mega armi che ti ho visto e tu fu o gottlam chi sta rampegna le te. Da io la terra che le. E le che? Parche le che prende te. Ma cosa anche te si cosa io uscio te io? E la che monta lì. Ma usare che sa io uscio per essere in tutta di mani. E in sai da che anni con becca di vita ma cialatmo. E il vero cialatmo. Ma mai le avevo i becca di vita ma la si sono furcia terte e le tue amiche. Ma sono che ne che ma sa io uscio. Ma se noi ne stia. E lì sei con mia mazzura. A se noi ne stia, va bene che mi chiede la ciolacqua, a quel paro l'acqua e il sabato che insieme, e il mio sabato. Ma vedi il mondo, abbiamo qua moglie di sognato, esce il sabato io. Oh, ne mai io lo fai a me, non che andai, a con era di un soia, non sarà me rosche. Io ora non ho fatto a soia ma peli con la fai a me, non che andai, ma come meglio quando so io, cosa mi ha con la mia roschetta? Ma non mi ha con la mia roschetta, ma se ne riesci io. Con in ciò che io mi incendi, a con tutta la mia roschetta, con la mia roschetta, ma non mi ha con la mia roschetta, ma se io mi ha con la mia roschetta, mi ne sognam, mostri perché. No, non è che mi sfornare un appetito il sovai, esce il sovai. Perché a te che le... Ma chi sono qui a parlo nei pezzi, io ci smica a dirci, ah si fa in carriera, la mia musa a terra, ma ho studiato, mi ha slacchisciato in voi, parmi in snedmento gli aspoli e io ci sratto a tavole, ho studiato, ma chi sono qui a parlo nei pezzi, io bort, ho studiato di sognare, a som sei l'una, a tu non spacco gli acci e a dirti che ho già magari tende. Thank you.
asciugarla. L'hanno asciugata dentro due tazzoni te. A te ne piace la sopra delle te. Ma non ti danni questo imbarato. O ci smane più il cuore a casa stanzoni te. A ci smane in alabo da te mesi la mia letta stanzoni te. A mangiù ci smane il calmone la go. A gondolo il mangiù non può che avrei sbaccare in ogni stale del mondo. No, che è il racismo? Che è la cosa che si traia? Non è per essere barato, ma non può che avrei sbaccare in ogni. Ma non c'è il problema, vi sono tvani. Ci smane anche. Ah, non ci smane, perché mi cacchi.
csatta, mert még te sártad meg az árát. Na, egy a lényeg, hogy meg kell én ezt a fiút táncolni tanítani. Benne vagytok? Mit tudtok ti táncolni? Majd a Szent Ivány, én akkor mutassátok már meg neki, hogy hogy kell. Te meg odafigyeljél, te! Na, szerencsétlenkedjél, odafigyeljél, azt tanuljál! Gyakoroljál, érted? Na, azért mondom. Hát mikor adott már meg a csizmát?
Yeah.
Egyre figyeljél, barátom, húzzak be! Na! Azt üzente az ördög, hogy tiéd lehet a lány is, meg a csizma is. Na de gyere közelebb, mondok neked valamit. Figyelj ide! A csizma jó! A csizma nagyon jó! A Jány is jó, nagyon jó, nagyon jó! De hiába jó a Jány, meg hiába jó a csizma, az ördög tudna róla beszélni, hogy gyakorolni kell, érted, gyakorolni! Gyakoroljál nekem, mert máskülönben nem vagy. Na figyeljetek már ide, banda! Már így összejöttünk el! Az egy muzsikámat is eljátszhatnátok, igazán valami jó kis tudod, ilyen tanárszene, meg mi egy másiknak, az dumán bele, na! A színvonalas műsorral a Bárházunkban korán sem ért véget, hiszen az incsiklandozó vacsora jó ízű elfogyasztását követően kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás.